Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes témát fogunk feldolgozni, méghozzá azt, hogyan tudunk egy honlapot blokkolni. Azaz, hogyan tudom megoldani azt, hogy a böngészőmbe ne jelenjen meg egy honlap, ha beütöm a nevét, címét, egyebet, akkor se jelenjen meg, hanem hibajelet adjon. Miért? Előfordulhat az, hogy szeretnéd, hogyha alkalmazottad, vagy esetleg a gyereked ne lásson egy-egy tartalmat, ne lásson egy-egy Facebookot, YouTube-ot, akármi, hanem éppen a dolgozó a munkájára, a gyerek pedig az érdemi dolgokra koncentráljon. Tehát hogyan tudunk letiltani egy darab honlapot? Jelen pillanatban bemutatásra a linuxmint.hu-t használom, nyilvánvalóan bármelyik oldalt, bármelyik címet le tudsz tiltani, illetve többet is egymás után, ha nem szeretnéd, hogy megjelenjenek. De mivel ismertek, természetesen én az alapokkal indulok, tehát a legegyszerűbb, legalábbis számomra legegyszerűbb terminálhoz, a rendszer működéséhez legközelebb álló dolgot fogom megoldani. Nyilván, hogyha valaki arra gondol, hogy valamit blokkolni kell, tehát ilyen internetes címet, akkor már rögtön eszébe jut, hogy már volt róla szó, illetve írtam cikket arról, hogy hogyan lehet reklámokat blokkolni a host fájba. Az a host fáj a rendszerünkben megtalálható, és hogyha abba te beírsz valamit, megfelelő módon beírod, akkor azok az oldalak nem jelennek meg. A hátteret természetesen nem szeretném elmagyarázni, egyrészt már nem vagyok annyira jártas ezekbe a dolgokba, hülyeséget meg nem szeretek beszélni, másrészt meg valljuk be, a kutyát nem érdekli az, hogy mi, miért és hogyan van, számunkra az a lényeg, a célunk jelen pillanatban az, hogy egy adott honlap, éppen random kiválasztottam a linuxmint.hu-t, és akkor ezt le fogjuk tiltani. Ez egy olyan tartalom, amit éppen nem akarunk megjelenítetni, hogy lássátok, hogy nem hülyeséget beszélek, és nem csak ide-oda varázsolgatok, jelen pillanatban linuxmint.hu működik, igaz? Láthatóan működik, elérem ezt az oldalt, és a tartalmát nézegetni tudom. Oké, a következő gondolat, hogy hol található ez a host file. A host file, ez az állomány, ez egy sima szöveges állomány, meg fogjátok látni, a per etc, per host. Ennyi. Ezt kell szerkeszteni. Na hát, aki már egy kicsit jobb szemmel rendelkezik, az rögtön észreveszi, hogy én terminálból indítok egy szerkesztő programot, és előtte ott van a sudo. Nyilvánvalóan te azzal szerkezd ezt az állományt, amit te ismersz. Itt nagyon fontos már maga az a sudo szó, tehát az emelt jogra való utalás adja azt, hogy ez egy fontos állomány. Valljuk be, központi állomány, alapvetően ezt, hogyha elbarmolja az ember, akkor természetesen gondjai lehetnek. Na hát itt jön elő az a gondolat, amit mindig mondok, le kell menteni ezt az állományt, és utána, hogyha véletlenül te jól eltolsz benne valamit, nem tudsz, hogyha odafigyelsz, tehát nem egy agysebészet az egész, de azért jobb, ha van egy mentésünk. Oké, elindítjuk a szerkesztő programomat, én ezt használom, te nanót vagy egyebet is használhatsz. Elindult a program, mit látunk? Természetesen azt látjuk, hogy ez totál egyszerű szerkezetű dolog, kettő blokkból áll jelenleg, mind a kettő blokkot piszkálgatni fogjuk. Ahogy lehet látni a legelején, van egy IP cím. Az IP cím rendszáma, idézőjelbe, de egy nagyon jó hasonlat, rendszáma az adott honlapnak. Kettő darab alapbejegyzés van, ez a Linux mint alap host állománya, tehát nincs ebben még semmi beleírva. Kettő darab bejegyzésük van, mind a kettőt szerkesztjük, hogy teljesen biztosan ne fogjuk elérni az adott honlapot. Mi a teendő? A teendő az, ami mindig pontosan végrehajtjuk a megfelelő utasítást. Ide a harmadik vagy negyedik sorba be kell írni azt 127.0.0.1. Azaz 127.0.0.1. Ennyi az egész. Mögéje beírod az adott honlap címét. Ezzel egy loopback, egy ilyen visszacsatolásos IP címet rendelsz hozzá, ahhoz a honlap címhez, amit blokkolni szeretnél. Nyilvánvalóan, hogyha rossz rendszámot rendelsz egy kocsihoz, nem fogják megtalálni. Nem fogod megtalálni. Itt természetesen nem fogjuk megtalálni a linuxmint.hu-t. Ha 101 ilyen honlap van, amit te blokkolni szeretnél, mindegyik elé odaírod, hogy 127.0.0.1, és pontosan így beírogatod a címét. Semmi egyéb teendődőt nincs, le kell menteni. Le kell menteni az adott állományt, én Ctrl-S-sel lementettem. Oké,
Mentés után, és arra nagyon figyeljetek, hogy le kell menteni, elindítjuk a böngészőt, előtte az összes böngészőt érdemes becsukni. Miért? Mert természetesen előfordulhat az, hogy egy nyitott böngészőnek a átmeneti tárjába bent lesz ez az adott honlap, és akkor azt rögtön elkezdi betöltögetni. Ez egy természetes gyorsító folyamat. Na, erre még egy picit ki fogok térni. Beírjuk, hogy linuxmint.hu, és mi történik? A kapcsolódás sikertelen. Na hát, hogy nehogy azt mondjátok, hogy menet közben jól kicibáltam az internetet, elindítunk egy másik honlapot, a Magyar Linuxot, tehát magyarlinux.hu, és egy kicsit lassacskán, de megjelenik. Ahogy lehet látni, ezért is ezzel teszteltem, a leírás a blogomban is megjelenik, hogyha valaki olvasást előtérbe helyezi, akkor természetesen ez egy kényelmesebb dolog, de hogyha valaki már idáig eljutott a videóval, már nincs sok teendőnk, gyakorlatilag pár olyan gondolatot szeretnék megosztani, ami fontos. Két dologra szeretnék kitérni, és hogyha már itt vagyunk, akkor innét fogok puskázni. Az egyik dolog az, hogy előfordulhat az, hogy beírtad szépen azt a megadott IP címet, meg beírtad szépen, pontosan a blokkolandó honlapnak a címét, és lementetted, és mégiscsak megjelenik. Miért fordulhat elő? Ez azért fordulhat elő, mert vannak olyan rendszerek, amelyik átmeneti gyors tározza, tehát ilyen kis saját tárat hoz létre, ahhoz, hogy melyik IP címhez, amit már többször felkerestél, milyen név tartozik, hogy gyorsabban dolgozzon. Ő gyors tárazza. Na hát ezeket a gyors tárakat érdemes kiüríteni. Hogy a te rendszereden a DNS gyors tárat hogyan lehet kiüríteni, azt én innét megmondani nem tudom. Természetesen összeszedtem, illetve a cikk, aminek ez a fordítása, átirata, amit látok, ő összeszedett négyféle variációt, négyféle lehetőséget, én ezt a leírásba bele fogom tenni, hogy ne kelljen keresgélni, gyakorlatilag egymás után ezt a négy parancsot lefuttatod, és amelyikre az a válasz, hogy oké, lefutott rendben, és újraindult az adott DNS gyorsítótár, azután már semmi teendő. A többi parancsnál természetesen az lesz a visszajelzés, hogy nincs ilyen parancs, azzal nem kell törődni. Nálam Linux mint alatt azonnal működésbe lépett, nem kellett gyorsító tárakat meg egyebeket kiiktatnom, illetve újra betöltetnem, kiürítetnem, attól függ, hogyan fogalmazzuk meg. Lényeg, nem kellett semmit lefuttatni. Előfordulhat, hogy az IPv6-os, tehát az új szabványszerű IP keresést is erre az adott honlapra, jelen pillanatban linuxmint.hu-ra szeretném megakadályozni. Nyilván az is hasonló gondolat mentén történik, ha ezeket így beírod, ami egyébként nagyon egyszerű, 0.0.0.0 és a név, illetve alatta 2.2. és a név. Hogyha ezeket beírod, lemented, utána már fixen nem fog megjelenni semmiképp a linuxmint.hu oldal, és 101%-osan biztos lehetsz abba, hogy gyakorlatilag azt az oldalt nem fogod tudni látni a böngészőben. Ahogy lehetett látni, nekem elegendő volt a linuxmint.hu-nál az első megoldás. Én azt mondom, hogy mind a két megoldást be kell írni, és utána nem fog neked problémát okozni, hogy megjelenik az az adott honlap, mert teljesen blokkolva van. Nyilván azt hiszem, azt nem kell elmondani, hogyha vissza szeretnéd csinálni az egészet, akkor fogod és ezeket a sorokat kikommenteled, egy hashtagjelt kettős keresztet teszel elé, vagy kitörlöd. Ennyire egyszerű a dolog, és utána természetesen lemented az állományt. Gyakorlatilag ennyi. Igen, tudom, hogy vannak grafikus programok, igen, tudom azt is, hogy lehet venni, letölteni, használni olyan szülői felügyeleti programokat, ami ennél sokkal kényelmesebb és grafikusabb, de véleményem szerint ennél egyszerűbb Linuxhoz közel, a Linux lelki világához közel álló megoldást még nem találtam. Ahhoz, hogy 1-2-3 címet blokkoljunk, például a gyerek ne férjen hozzá a YouTube-hoz, például ilyen megoldás, vagy a Facebookhoz, vagy akármihez, nem kell ehhez különböző programokat elindítani, nem kell ehhez különböző programokat letölteni, installálni és használni. Hát ennyi. Gyakorlatilag villámgyorsan tudunk blokkolni,
egy nem kívánt honlapot, illetve ha mégiscsak későbbiekbe szeretnénk, akkor természetesen pontosan olyan gyorsan szövegszerkesztéssel meg tudjuk ezt oldani. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok, sziasztok!